Jó reggelt kívánok, önök az ATV híradóját látják. Fel kell gyorsítani a határzár építését, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Időknek. A kormányfő Lázár János miniszter társaságában tegnap előre be nem jelentett határszemlét tartott. Mórahalom Röszke térségében megnézték a határzárat. Orbán Viktor azt mondta, fel kell gyorsítani a munkálatokat, ehhez nagy létszámú élő erőt kell biztosítani, és mindenkinek fel kell készülni az intenzív munkára következő hetekben. Hende Csaba távozásáról nem beszélt a miniszterelnök. Fideszes körökben mindenkit meglepett Hende Csaba bejelentése. Ezt nevüket nem vállalva nyilatkozták az Indexnek kormányközeli politikusok. Hende Csaba délután a Nemzetbiztonsági Kabinet ülése után közölte Orbán Viktorral, hogy lemond tisztségéről. A miniszterelnök elfogadta a döntést. Hende Csaba utóda egyelőre Simicskó István lesz, akit ma már meg is hallgat a Honvédelmi Bizottság. A minisztert telefonon híradónk is megkereste, de nem akart nyilatkozni. Úgy tudjuk azonban, hogy távozása a déli határzárral hozható összefüggésben. 2010 májusában a második Orbán kormány alakulásakor vette át miniszteri megbízólevelét Hende Csaba. Bár sajtóhírek szerint pozíciója többször is megingott, Orbán Viktor végül nem vált meg tőle. Még tavaly szeptemberben sem, amikor a HVG szerint már lehetséges utóda Simicskó István neve is ismert volt kormányzati körökben. A menesztéséről szóló találgatásokon kívül akkor foglalkozott még sokat a sajtó Hende Csabával, amikor kiderült, hogy 2011-ben állami pénzen utazott Párizsba egy diszkoncertre. Egy éjszakáért 251.000 forintot fizetett egy luxus szállodában. Az útra, mint utóbb kiderült, akkori titkárság vezetője kísérte el, akit 2013-ban feleségül is vett a miniszter. Azt azonban cáfolta, hogy már 2011-ben is párjaként utazott volna együtt Szajlai Mónikával. A tárca minden esetre nem adta ki az utazás részleteit. Ez pedig már az egyik leghíresebb fotó a miniszterről, amely még a nemzetközi sajtót is bejárta. Egy hadgyakorlatot nézett meg a miniszterelnökkel, vagyis csak nézett volna, a távcsövéről ugyanis elfelejtette levenni a kupakot. 2010-ben átvettük az intézményt. Minisztersége idején Hende Csaba többször is ígéretet tett a honvédségi helikopterállomány megújítására. 2013-ban még 4 párti egyeztetést is kezdeményezett a kérdésben. A tender azonban éveken át csúszott, a legfrissebb hírek szerint 2016-ig. Az új útdíjrendszer bevezetése után azonban a miniszter intézte el, hogy a 86-os út kikerüljön a díjköteles zónák közül. Hende Csaba távozásának pontos okát egyelőre nem közölte a Kormányzati Információs Központ. Tájékoztatásuk szerint a kormány nemzetbiztonsági kabinettjének ülése után jelentette be távozási szándékát a miniszter, amit Orbán Viktor el is fogadott. A miniszterhez közel álló fideszes források szerint mindenkit teljes meglepetésként ért a bejelentés. Az ATV.hu egyébként úgy tudja, hogy Hende Csaba lett a menekült hullám első kormányzati áldozata, a lemondásának pedig köze lehet a legújabb feladathoz, amit kapott, ez pedig a határra érkező menekült áradat megfelelő kezelése volt. A határzár és a fogadóállomások kiépítésével kapcsolatos ügy lehet Hende Csaba lemondásának hátterében, legalábbis erre következtet a miniszter lemondásának időzítéséből Juhász Ferenc. A volt honvédelmi miniszter ezt a Startban mondta. Schiffer András pedig arról beszélt, hogy szerinte az is előfordulhat, hogy Hende Csaba nem teljesen nyugodt afelől, hogy a honvédség tervezett bevetése nem felel meg az alaptörvény rendelkezéseinek. Az LMP társelnöke azt mondta, feltűnt neki a pénteki parlamenti vitában, hogy Hende Csaba kevésbé lelkesen védte a mundért. Schiffer András szerint humanitárius feladatok ellátásában van helye a honvédségnek, rendészeti feladatokban viszont nincs. A Fidesz frakció szóvivője nem tudja, hogy miért mondott le Hende Csaba, de szerinte nem a határzár áll a döntés mögött. Az ellenzéki pártok szerint egyértelműen a kormányválság jele, hogy egy ilyen kritikus helyzetben lemond az egyik kulcstárca vezetője. A Nemzetbiztonsági Kabinet mai ülésén a határzár volt a téma. Ezután jelentette be lemondását a honvédelmi miniszter. Sajtóhírek szerint éppen a kerítés állt Hende Csaba döntése mögött. A Fidesz frakció szóvivője az Egyenes Beszédben szűkszavúan kommentálta Hende Csaba lemondását, és cáfolta a sajtóértesüléseket. Nem tudom, hogy miért mondott le Hende Csaba, hiszen ez egy talán fél órás hír, ami ilyen szempontból engem is meglepett, de azért azt arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ugye a határzárnak a működése, működtetése ma még pont a
kétharmados törvény módosításának hiányában a rendőrség feladatá körébe tartozik, tehát nem a honvédségnek a feladat körébe. Az ellenzéki pártok már bőbeszédűbbek voltak a témával kapcsolatban. A Jobbik szerint az ország jelenlegi kritikus helyzetében ez egy borzasztóan rossz üzenet, gyakorlatilag a kormányválság jele. Megdöbbentő az, hogy az országban, amikor kialakul egy ilyen kritikus helyzet, akkor egyúttal kialakul egy kormányválság is. Hiszen ezt nem lehet másképp értékelni, hogy egy ilyen helyzetben az egyik kulcsminisztérium feje vagy első embere lemond, ez azt jelenti, hogy nincs egység a kormányon belül. Az MSZP úgy látja, a honvédelmi miniszter lemondásával Orbán Viktor maga ismerte be, hogy a Fidesz menekült politikája megbukott. Harangozó Tamás Simicskó Istvánnak is üzent, aki jelenleg a honvédelmi miniszteri feladatokat ellátja. Azt szeretnénk üzenni Simicskó István kijelölt miniszternek, hogy azt várjuk el tőle, hogy már a meghallgatásán tegye világossá, hogy nem követi elődje útját, és világosan elhatárolódik attól javaslattól, ami a Magyar Honvédséget a Fidesz javaslata szerint civil lakossággal és a menekültekkel szemben fegyveres rendvédelmi erőként való bevetését jelenti. Az együtt is a kabinet kudarcának tartja Hende Csaba lemondását. Hende Csaba távozása ennek a kormányzati szétesésnek az egyik újabb állomása, hiszen nyilván lehetetlen feladatra kérték fel a Magyar Honvédséget, amely ráadásul a nemzetközi szerződéssel és az alkotmány szellemével is ellentétes. A honvédeket lehetetlen helyzetbe hozták, az a távozás nagy valószínűséggel ennek a következménye. A demokratikus koalíció azt követeli, hogy a kormány azonnal számoljon be arról, mi áll a lemondás hátterében. Nem ért egyet a magyar katonák déli határon történő bevetésével, vagy eleve sikertelennek ítéli azt, hogy a magyar honvédség magyar földön ilyen hadműveletet hajtson végre, vagy netán attól fél, hogy a hadsereg bevonásával emberiesség elleni büntetet készül elkövetni a magyar kormány, és nem kíván osztozni Orbán Viktorral ebben a felelősségben. Vadai Ágnes kijelentette, kritikán aluli volt Hende Csaba honvédelmi minisztersége. 5 év totális hozzá nem értés, károkozás és átgondolatlanság jellemezte ezt a korszakot. Lezárták tegnap a rendőrök az M5-ös autópálya Röszke és Petőfi szállás közötti szakaszát mindkét oldalon, mert az úttesten Budapest felé gyalogolt egy körülbelül 100 fős csoport, akik a röszkei táborban kitört csetepaté miatt indultak el. Egy másik nagyobb csoport tévedésből Belgrád felé gyalogolt az autópályán. A délmagyar.hu szerint a menetelő csoportokat embercsempészek vették fel személyautókkal, a rendőrök a külső sávban megálló autókat a portál szerint nem tartóztatta fel. Egy másik csoportot késő este buszokkal vettek fel rendőrök az autópályán, és visszavitték őket Röszkére. Meghalt egy menekült szír férfi az M1-es autópályán történt balesetben. A stráda Győr felé vezető oldalán a 64-es kilométer szelvényben csapódott a szalagkorlátnak egy osztrák rendszámú autó. A kocsit egy 30 éves osztrák állampolgár vezette, aki a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint pénzért szállította a menekülteket. Ellene embercsempészés büntette és halálos közlekedési baleset gondotlan okozása miatt indított eljárást a Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitányság. A balesetben elhunyt szír férfi családját kórházba szállították. A német alkancellár felszólította Magyarországot a menekültügyi rendszer körülményeinek javítására, és kijelentette, hogy veszélybe kerülhet a schengeni belső határok nyitottsága, ha az uniós partnerek nem veszik ki a részüket az európai menekültválság kezeléséből. Vasárnap óta terjesztik a Magyarországtól délre eső bevándorlási tranzit útvonalak mentén azt a szórólapot, amelyen az angol nyelvű szöveg megállapítja, hogy a magyarok vendégszeretők, de figyelmeztet, hogy az illegális határátlépőkkel szemben a lehető leghatározottabban fognak fellépni. A kormány Facebook oldalára is felkerült fecnin, arra figyelmeztetik a célcsoportot, hogy az illegális határátlépés börtönnel büntethető, hogy nem szabad az embercsempészekre hallgatni, és hogy Magyarország nem engedi meg, hogy területén illegális bevándorlók haladjanak át. Az Egyesült Államok kormánya egész sor választ fontolgat a globális migrációs válságra, egyebek között menekültek letelepítését, mondta a Fehérház szóvivője.
Szerinte az Egyesült Államok eddig 4 milliárd dollár humanitárius segélyt és segítséget nyújtott a szíriai válság kezdete 2011 óta, és hogy Washington a szíriai rászorulók legbőkezűbb adományozója. A szíriai polgárháború 2011-ben történt kitörése óta az Egyesült Államokban 1500 szíriai menekültet telepítettek le, legtöbbjüket ebben az évben. Az amerikai külügyminisztérium októberig további 300 személy érkezésére számít. Három embert letöltendő, két másikat pedig felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt a bíróság azok közül, akik rendőrökre támadtak a magyar-román evéselejtező után. A gyanúsítottakat gyorsított eljárásban állították bíróság elé hivatalos személy elleni erőszak miatt. A bíróság keményen büntette a rendőrökre támadó férfiakat, egyikükre például 3 év 4 hónap börtönbüntetés szabott ki. Az összes vádlottat egyébként határozott időre eltiltották a sportrendezvények látogatásától is. Az osztrák hatóságok újra szúrópróbaszerűen ellenőrzik az autósokat Hegyeshalomnál, így ott torlódásra lehet számítani, de nézzük, mi a helyzet a főváros útjain. Üdvözlöm az ATV minden kedves nézőjét! Munkatársaim a város egész területéről közepesen erős forgalmat jelentettek. Útfelújítás újabb üteme kezdődött a Budaörsi úton, ezért a befelé vezető oldalon, már a Nagyszörös utcától csak egy sáv járható a Villányi útig. Kifelé a Bakcsomó ponton a Nagyszörös utcáig két sávban lehet majd haladni, a belső sáv forgalmát átterelik a szembejövők oldalára. A Pannonhalmi út és a Nagyszörös utca között mindkét irányban csak 3 sáv lesz járható út és közműépítés miatt. A Nagyszörös utca irányából továbbra is csak 1 sávon lehet kijutni a Budaörsi útra. A közvetlen utcában a kifelé vezető oldalt lezárják a Mátyás utcától a Sír utcáig, mivel folytatódik a gázvezeti képítés. A forgalom irányonként 1 sávon befelé vezető oldalon haladhat. A Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Szél Kámán tér előtt egy hosszabb szakaszon lezárják a külső sávot. Megváltozik a forgalmi rend a Szél Kámán tér Szilágyi Erzsébet fasor oldalán. A Szilágyi Erzsébet fasor, Krisztina körút, Margit körút csomópontban minden irányból jelzőlámpa szabályozza az áthaladást, illetve új jelzőlámpa zsalogos átkelőjét is kialakítottak a csomópontnál. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes napot és balesetmentes közlekedést kívánok, viszontlátásra! És eddig a híradó hírei, most a szó újra Rónai Egoné, folytatódik a Start. Szervusz Egon, mivel? Igen, hát a Corvinus Egyetemen tanulók, meg az ott tanítók tüntetésével, amihez sokan csatlakoznak az oktatói hálózattól kezdve, jó néhányan jelezték, hogy egyetértenek és ott vannak, ott lesznek a tüntetéseken, hiszen volt egy tegnap, lesz egy ma, lesz egy szerdán is, tehát a jelek szerint ez egy tüntetés sorozattá alakul. A Corvinus darabolása pedig nem egy új ötlet, 2012-ben már megkezdődött, és hát jóval korábbi gondolat is van emögött. Erről beszélgetünk most Fodor Mariettával, a Corvinus Egyetemi docensével, aztán várom ide a stúdióba azokat, akik a parlagfőtől szenvednek, vagy legalábbis azokért próbálnak tenni, akik a parlagfűtől szenvednek, és miután pollen szezon van, akit ez érint, pontosan tudja, hogy mekkora probléma ez. Hát állítólag megint eltűntek 100 milliók, egy ilyen ügy már volt nem olyan régen, olyan fél évvel ezelőtt, amikor kiderült, hogy a parlagfű elleni küzdelem pénzét sikerült lenyúlni egészen más célokra. A helyzet ezek szerint mit sem változik, beszélünk majd erről. Aztán várom Hak Pétert, jogászt, egyetemi docenst, akit pedig arról faggatok, hogy mi a jogi háttere annak, ahogy Magyarország eljár a menekültekkel, illetve milyen elképzelések vannak és jogi lehetőségek arra, hogy a menekült áradatot megállítsa, vagy kicsit emberiebben és normálisabban kezelje Európa, az Európai Unió. Ezek a mi témáink itt a Startban, aztán jön majd a Start Plus, ahol Csizmadia Ervint várom, a Méltányosság Politikai Elemző Központ vezetőjét. Ő azon gondolkozik, hogy a politikai pártok helyzetét mennyire írhatja át a menekült válság, illetve hogy miért nem nemzeti és egységesen nemzeti kérdése a menekültek kezelése. Vele majd erről beszélgetünk. Köszönjük szépen, ez lesz tehát a következő másfél órában, majdnem Start Plus, sőt még lesz Startvonal is 9 órától való Judittal. Most tehát folytatódik a Start, én pedig 18-15-kor várom Önöket világhíradóval. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!